Ó, oh, srácok. Hát biztosuljátok, hogy nem én hegedűzök, vagy ki tudja milyen hangszeres srácok. Sziasztok is, üdvözlök titeket a következő Sims 4-es videóban itt kedden, Sims kedden, ugye előző héten is, ha jól emlékszem, kedden volt. És mondtátok, hogy miért nem csinálok Sims keddet. Hát legyen Sims kedd. Mit szólnátok minden kedden egy Simshez? Aki szeretné, az veressen egy like-ot, meg csapja le kommentbe. Srácok, mielőtt el is kezdenénk a játékot is tölt, hagyj mutassam meg nektek, mert sokan nem tudjátok, hogy nekem most már az MC Shopban is elérhetőek a termékeim. Értem szerint az MC Shopban nagyon-nagyon menő Minecraftos termékeink vannak, bögrék, pólók, pulcsik, kabát, minden, sapka, sár. És milyen menő? Diamond Designers, úgyhogy ha te nagy Minecraft fan vagy, akkor látogass el az MC Shopba. Most a Jäger családról van szó. Jäger család, ezt nézzétek már mennyien vagyunk, ezt nézzétek már mekkora a Jäger család. Fáj az ujjam amúgy, ez az ujjam, fáj, mutatom nektek, úgyhogy az nem tudok olyan jót se... túl sokat csettintek. Jaj, milyen jó képpel kezdjük ezt a videót. Ja, hát Gergő csupasz. Ez a, ilyen kezdőképernyő, őszintén srácok. Kezdte már valaki így a Sims videóját, hogy... Maga az ember, aki ő, az csupaszon áll a bútiban. Na jó, hagyjuk. Hagyjuk, mert csak fejlegesítem magam rajta. Éppen beültem a kádba, amúgy nézzétek már milyen retkes. Itt minden. Mondtátok, hogy javítassam meg, de most a gyerekszobára szeretném elpazarolni a pénzemet. Amúgy milyen menő megvan csinálva, hogy a tükörbe is látod magad. Na, szóval arról van szó, hogy Jágirában nagyon sok feladat van és gond, és azt mondtam nektek, hogy ebben a részben felnöveljük Jágirát, tehát nagy lesz. Jágira nagy lesz, Kinga éppen lefekszik és majdnem ráfeküdt Fluffyra, és ledölt aludni. Jó, Gergővel kell foglalkoznunk, mert ő nagyon-nagyon fáradt, nagyon-nagyon éhes és nagyon-nagyon pisilni kell, és nekem pedig nagyon-nagyon tüsszentenem kell, úgyhogy bocsássatok. Na, miért? De nadrágba pisilek, srácok. Vagy letoltam? Letoltam? Ez a rész, ez tisztán arra erről szól. Na most, töltsük meg a kajástálakat a kutyáknak. Tudom, hogy most le kéne feküdni, de ez nagyon-nagyon fontos. Nagy éhesek legyenek. Látjátok? Slime éhes is. Slime. Ahogy kérted, takony slime ő. Jesus Christ. Takony. Takony miért? Takony miért egy szerelmes kutyaszobornál alszol? És te kedves Brand Hacking, mi az Isten csinálsz az éjszaka közepén az én alvó kutyám mellett? Ó, Jágira megőrült! Bekakált! Jézusom, valami ég! Jágira bekakált! Jesus Christ, láttátok, végignéztük, hogy bekakált! És elkezdett bűzölögni, elkezdett forogni, nyomta! És jó, befejeztem. Na, etessük is meg. Szoptassuk is meg Jágirát. Na, amúgy, ha minden rendben lesz, akkor utána reggel fel is nevelhetjük Jágirát fel, és növelhetjük Jágirát, hogy végre ne egy ilyen szó szerint szoptatós csecsemő legyen, hanem egy kislány. Kislány, és végre elkezdhesse használni a nagyon-nagyon drága játékait, amiket vettem. Ugye az előző részben megvettem neki az Unicorn, és ha nem látod, akkor van egy Sims-es lejátszás lista a leírásban. Minden Sims-es videót meg tudsz tekinteni, meg ne felejtsd el, minden nap 18 órakor videó van. Tehát, hogy érdemes nézni a csatornát minden nap 18 óra, 00-kor, és az összes állatunk felkelt. Most Gergő miért jött le? Éhes. Ennyire éhes vagy, hogy felkelsz? Ti keltetek már fel álmatokba azért, mert annyira éhesek voltatok? Én szerintem még nem. Éjségre még nem keltem fel. Ez pedig már itt rohadt esztentőjükbe letenne kukába. De! Ó, oh, ingyen pénz. Jaj, takony hazajött. Nézzétek már, milyen ügyes. És most hova megy? Kicsivel mi van? Jaj. Amúgy reggel 4 óra van. Gergő eszik. A fánka, mi történt? Ki rohadt? Akkor Kinga meg is öntözhetné. Mondtátok, hogy majd csináljunk. Mi az? Nézzétek, nem tudok beszélni. Csináljunk... veteményest. Jaj, slime-ük a milyen cukin eszik. Képzétek el, a hétvégén találkoztam egy igazi paggal, egy igazi fekete kicsi cuki paggal. Annyira aranyos volt. Azt a milyen menő zenét ad itt elő. Ezt töröld el, és ezt most végre letörölhetjük. 400 simoleons, Smilonium, az annyi nincs.
Na, Gergő gitározni tanult. Tényleg a karrieréhez, ha jól tudom, neki a gitározás kell. Oj, slime. Jó, nem retkes, de retkes. Hogy lettél a fenti szinten retkes? Magyarázd már el neked, slime. Na, irány fürdeni? Nem szórakozunk itt. És nézzétek meg, takony. Takony nagyon-nagyon rossz kutya. Rettenetesen rossz kutya. Csinálok egy képet már itt Fluffyra, mert nagyon rég történt. Nyalakodós kép, hashtag nyalakodás. Hashtag nyalakodás, srácok. Ti is csináltok ilyen képet Instagram. Ha van cicátok róla. Na, és akkor a retkes csapot is... Ja, ez a gyerek. Az istenit. Egye, már megint bekakáltál. Ez mi? Pet gift. Kaptunk valami giftet. Na jó, ezt nézzük, kövessük Kingát. Mindenki, kövessük Kingát! Ez mi? Srácok, ez mi volt? De most komolyan. Ez mi volt? Tisztíts ki. Jaj, de jó, hogy megint szétkakáltak, pisiltek mindent. És a pisi meg a kakába játszanak. Na, ez meg van ültetve? Meg. Mi lenne, hogy akkor megnéznénk a kertészkedős cuccot? Azt, ha jól tudom, itt kell. Garden. Ide akarom egy szerre. Inni. És akkor így megvan minden. Kell mi valami mag vagy valami, azt gondolom itt meg tudom venni a játékba, nem? Na, srácok, vissza is tértünk, csak el kellett mennem itthonról. De onnan mármint élőben, nem játékban. Lehet, hogy észre se vettétek volna, nem szólok. De vettünk egy ilyen cserepet, meg egy ilyet. Ezt ti biztosan tudjátok. Ó, de vörös nézett kezdet, akkor Kinga megvágta a kezét, hála az égnek. Ne! A macskát vágta le! Ú, srácok, ebben a játékban van pár bug. Oh boy! Kinga a macskát fogja megenni. Jézusom! Ne, a macskára ötti! És most... Jaj, elaludt slime. Na mindegy, Kinga hagy egyen, Gergő is egyen. Jaj! De kitéptem az ajtaját. Jó. Gergőnek letelt a gyerekvállalás és a szabadsága. Nem is tudom, hogy ezt fiúknak is adják. Úgyhogy, na végre le tudnak ülni beszélgetni. Mi már rég volt. Rég volt ilyen beszélgetés, úgyhogy... beszélgessünk a legújabb a Minecraft játékokról. Gergő nem szereti egy legyeket. Én sem, mondta King. Na, hogyha ez megvan, nézzük meg, mi van a gyerekkel. Foglalkozunk el. Most Gergő foglalkozzon vele egy kicsit. Beszélj hozzá, ilyen, vágjon butafejeket, töröljek, cserélje ki, és adjunk neki kaját. És ezek után megvan, Kinga mehet és beültethet. Na, vehetünk magokat. Kezdő növények, kezdő virágok. Legyen a nagyba gyümölcs. Így. A kicsikbe pedig izé lesz. Virág. Ó, zöldségeket is lehet, meg ide is veszünk egy virágot. Na már valamelyik kutya megint izé. Mi a baj? Srácok, hogy lehet elültetni? Már vettünk, már van mag. Ja, itt lesz neki a táskájába? És ide ki kell pakolnom? De srácok... Ezt hogy kell? Ne! Már vettem magokat. Nem tudom beültetni, kertész kell neki. De ezt miért nem lehet? Srácok, segítsetek már, kérlek, a komment szekcióba. És akkor a következő epizódról fog szólni. De most, a váva várt pillanat, fel fog nőni Jágira. Na nézzük, a nagy pillanatot, takony megint itt alszik Jágiránál. És végre nem kis síros csecsemő lesz. Eltűnt. Jaj. Yeah! Oh boy, élőben. Na, válasszunk, milyen legyen. Kis rossz csont, angyal,
bűbájos, tudjátok, a bűbáj herceg. Még jó, hogy lány. Kis bolondos aranyos, őrültele energiával, egyedülálló, kíváncsi, mászós. Ó, hát ez nehéz. Az angyal meg az egyedülálló azért jó, mert nem kell vele annyit foglalkozni, de hát azért ez nem... Tehát, hogy ha felnő is egyedülálló lesz, és ha egyedül hagyjuk, akkor saját skilleket fejleszt. Ez nehéz. Tudjátok mint, legyen kis angyal. Ha kislány, legyen kis angyal. Ó, milyen ruhád van. Borzalmas. Na jó, nem borzalmas, tehát... Már is megtanul járni? Ezt nem is tudtam, hogy ez így működik. Azt a... Srácok, azt az eget! Már tudják, de akkor ez az ágy már nem jó neki. Megy oda a nagy izéhez. És most már tudom irányítani. De aranyos... Communication skill. Oh, pislogott. Igazatok volt, hogy ezt meg kell venni. Láthatok, hogy pislogott, vagy csak én láttam? Ez mi? Play. Ennyire gyorsan tanulnak a gyerekek manapság? De aranyos a kis Jágira. Gergő, felnőtt a gyereked. Gyere, tanulj meg beszélni. Na Gergő megtanítja, az apukája megtanítja beszélni. Most onnan? De cuki. Frigga, brove unca. Mondd szépen, így fogjuk ki a halat. Kimba, Dana Flynn. Jó, és akkor szerintem vehetünk is neki ágyat. Erre a jajjajjaj. Erre a csecsemő ágyra nem lesz továbbá szükségünk, nem? Reméljük. Pénzét tettük, úgyhogy már nem is lehet rá szükségünk. Na. Gyerekszoba, gyerekágy. Neki milyen ágy kell? Ó, milyen menő ágy. Ez egy WC. A legkisebb nagy ágy, ez a neve ennek. Toddlers only. Jaj, de cuki, de várjátok, nincs más színű, de van. Rozsaszín kék. Így mi. És el megint alig maradt pénzünk. És még mindig nem fogok pénzt csítelni. Na, srácok, végül is elértük azt, amit szerettünk volna. Felneveltük a kis Jágirát. Most már fecsegő tipegő. Úgyhogy új kalandok várnak ránk a következő részben. Írjátok le komolyan, hogy mit szeretnénk továbbá. Segítsetek, hogy a kertészkedés az hogy működik. És írjátok új kalandokat a következő epizódot, ha szeretnétek. Akkor nyomtok egy óriási lájkot. Minél több lájk van a videón, annál hamarabb jönnek az új epizódok. Úgyhogy köszönöm, itt voltatok. Csatlakozzatok a világ legesegebb csapatába egy feliratkozással. Napi király videókért vábbá csekkoljátok a videósboltot is, meg az MC Shopot is lent a leírásban. Köszönöm, itt voltatok, és találkozunk holnap, meg minden egyes nap. Sziasztok!